A Csorbagyőző könyvtár és a Jelenkor folyóirat közös irodalmi rendezvénye már negyedik éve várja színes programokkal a műfaj kedvelőit. Az ünnepélyes megnyitót egy zenés irodalmi est követte, melyen egy dalszerző író és egy író dalszerző közös alapokra helyezett gondolataikat mondták el saját eszközükkel hétfőn este az E78-asban Pécsen. A Hoztunk valamit magunkból elnevezésű est a két szerző első közös munkája. Van egy előadás, amelyik előadásnak az eszköztárába a mindegy, hogy éppen zene van, vagy éppen szöveg van, vagy éppen próza van, vagy éppen kötetlen beszélgetés van, vagy éppen anekdotázás. Alapvetően az előadásnak a lényegi eleme, hogy két alkotó van fönn a színpadon, és ez a két alkotó a színpadon jelen van, és a jelenlétéből épít meg bármit. A három akkordot is, ha gitározik, a tercszólamot is, és a próza szöveget is. És tulajdonképpen az a tétünk, hogy képesek vagyunk-e a színpadon magunkra és egymásra találni, és azon keresztül aztán a dalokra, szövegekre, amiket éppen fölrakunk a színpadra. Az emberi egzisztencia izgatja őket, ennek próbálják az értelmezését felvázolni, elmesélni előadói estjük során. Az érdekel minket, hogy egy ember hogy létezik a világban, és az emberben hogyan létezik egy világ. Képesek vagyunk-e erről beszélni, meg tudunk-e szólalni, és ezek a szerepek, amelyeket végigélünk az életünkbe, akár gyerekként, akár fiatal felnőttként, akár apaként, azokból a szerepekből mi meg tudunk-e fogalmazni valamit, amire a másikunkra rezonál. Grecsó Krisztián író, dalszerző legutolsó kötete másfél-két évvel ezelőtt jelent meg. Ez a Lányos apa című tárca novella gyűjtemény. Ez egy olyan előadás, amiben még a prózák is két szólamra vannak, hogy úgy mondjam, négykezesek, és még azok is átértelmeződnek azáltal, hogy beleolvasunk, hogy valami mást beleolvasunk, mint ami eredendően lehetett benne. Úgyhogy nagyon izgalmas ez számomra, mert egy író nagyon magányos, és én egy olyan helyzetbe kerülhettem, amely helyzet engem tovább lendített, tovább a magányból, tovább az életközépi válságból, tovább egy olyan helyzetből, ahol mindig magam kockáztattam. Itt most egy olyan helyzetben találtam magam, ahol együtt visszük a vására a bőrünket. A hat nap alatt számos új kötetes szerző érkezik. A Pécsi Lit Irodalmi Fesztivál fél száz programjából a legfiatalabb korosztály is kedvére válogathat. Lesznek külföldi vendégek és több kísérő program is.